hideg hónapjaiban mellett egyszerűen beköszönt az influenza járvány. Mint kiderült, a D-vitamin itt is szerepet kap. Igen, meglepően nagy szerepet. Köztudott, hogy a gyermekek, akik D-vitamin hiányban szenvednek, lényegesen nagyobb eséllyel kapják el az influenza fertőzést, mint azok a társaik, akik megfelelő D-vitamin ellátottságban részesülnek. A Tűzoltó utcai gyerekklinika folyamatosan nézi a hozzájuk bekerülő gyermekeknek a D-vitamin szintjét, és azt a megállapítást tették, hogy bármilyen problémával kerül hozzájuk gyermek, azok közül a 40%-uk éves szinten átlagban D-vitamin hiányba szenved. Ez azért egy nagyon komoly szám, márpedig a D-vitamin hiány az immunműködésben komoly szerepet tölt be. Komoly szerepe van az immunvédekezésben és az ellenanyag termelésben is. Tehát, hogyha tudunk gondoskodni gyermekeinknek a megfelelő D-vitamin ellátásáról, akkor lényegesen kisebb eséllyel fognak influenzában megbetegedni, illetve aki mégis megbetegszik, sokkal könnyebben fog kigyógyulni. A problémát az jelenti, hogy az átlagos étkezéssel egy gyermek a D-vitamin igényének körülbelül a 2-4%-át tudja csak fedezni. Hiszen a magas D-vitamin tartalmú ételekből, a tengeri halakból, a májból, a tojásból azért a gyermekek olyan nagy mennyiségeket nem szoktak fogyasztani. Nagyon nagy jelentősége van ennek megfelelően gyermekeknél a D-vitamin pótlásnak. Persze a D-vitaminnak az immunrendszerre való hatása és az influenza megelőző hatása a felnőtteknél ugyanúgy érvényesül. Nemrégiben az Informed hírportálján nyilatkozott a Semmelweis Egyetem egyes belklinikájának a professzora, és azt nyilatkozta, hogy ha mindenkinek a D-vitamin szintjét a megfelelő normál tartományba tudnánk tartani, akár 90%-kal is csökkenthető lenne az influenza járványban megbetegedett emberek száma.